Alaposan ellenőrzi a tüdő állapotát dr. Muzsai Géza gyermekgyógyász. Rengeteg gyermeket vizsgál meg napi szinten, azonban az iskolai szünet után az a tapasztalata, hogy kevesebben fordulnak hozzá. Szerencsére most az utóbbi egy-két napban komolyabb megbetegedéssel nem fordultak hozzánk. A beteg is sokkal kevesebb van, mint a téli szünet előtt volt. A téli szünet előtt nagyon sok megbetegedés volt. Elsősorban felső réguti hurutok, vagy hányás hasmenéssel járó betegségek, amik tüneti terápiát igényeltek. Sajnos volt egy-két covidos eset is. Most a szünet az rendkívül jót tett, az elmúlt két hét az rendkívül jót tett a, a betegségnek, sokkal kevesebb a beteg, de nagyon félek, hogy elkezdődött az iskola, és a jövő héten ismét meg fognak szaporodni a betegek. Fontos tudni, hogy a betegségek 99% a vírusfertőzés, tehát arra komolyabb gyógyszert adni nem szabad. Csak tüneti terápiát alkalmazunk orsprét, köptetőt, egy kis diétát, szükség esetén lapítás. A doktor azt kéri, hogy mindenki csak indokolt esetben menjen orvoshoz. Ha pedig rosszul érzi magát, érdemes először telefonon egyeztetni és időpontot foglalni. Akin pedig bármilyen tünet jelentkezik és nincs jól, az semmiképp ne menjen közösségbe. Rendkívül fontos, hogy ebben a vírusos időszakban együnk megfelelő mennyiségű vitamint, ez elsősorban a gyümölcsökre vonatkozik. Egészségesen táplálkozzunk, fogyasszunk megfelelő mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt, ez a leges legfontosabb. Ha ezt nem vagyunk hajlandó fogyasztani, akkor természetesen valamilyen vitaminkészítményt célszerű fogyasztani ezekbe a téli hónapokban és rengeteget szellőztessünk, rengeteget tartózkodjunk a friss levegőn. Ez biztos, hogy segítség lesz, és kevesebbet leszünk betegek. Ha pedig beteg a gyermekünk, akkor ha tünetei vannak, akkor ne küldjük el iskolába. Csak panaszmentes gyerekek menjenek iskolába. Jelenleg tehát a vírusok lendültek támadásba, de egyelőre a gyerekek között kevés, aki covidos. Hál' Istennek a covid szelidőt. Tehát most jelen pillanatban nem kell olyan, COVID nem kell olyan komolyan venni a Covidot, mint egy-két évvel ezelőtt vettük. A járványügyi intézkedések is enyhültek. Gyakorlatilag tüneti terápiát kell alkalmazni, tehát hogyha kimutatok én egy Covid fertőzést, akkor se csinálok semmit, csak tüneti terápiát alkalmazok, tehát szükségeset esetén látszilapítás, orsfré köptető, tehát tüneti terápia, semmi másról nincsen szó. De célszerű, hogy ez a gyerek és olyan más gyerek is egy hétig nem menjen közösségbe, tehát ez gyakorlatilag ez öt nap hiányzással elintézhető. És akkor én azt gondolom, hogy a járványt remélhetőleg, hogyha kivesszük a beteget a közösségből, a járványt meg tudjuk előzni. Dr. Muzsai Géza szerint ez a mostani állapot nem sokáig maradik, hiszen a közösségekben jobban terjednek a betegségek. Ezáltal pedig a gyerekek gyorsan megfertőzik majd egymást.